mire való a péniszen és a puncin? Ez egy, igen, sok érdekes dolog van rajta. Ugye kezdjük mondjuk a puncival. Ez, ugye vannak a nagy ajkak, az öreli körbe az egészet, de ott a kis demonstrációs cuccanat fogjátok látni, és a nagy ajkakon belül vannak a kis ajkak, és fölülről lefele látszik, hogy van a csikló, van alatta a húcsőnyílás, utána jön a hüvelybe menet, és legalul tulajdonképpen a nemi szervekhez közel van a végbélnyílás. A pénisz az a barlangos testekkel tartalmazó szerv, ami ugye meg tud merevedni, ahogy véráramlik benne, tehát a pénisz lehet pettyűt is, lehet merev is, és a húcsőnyílás van a végén, ezen vizelünk, mi fiúk, és ezen jön ki az ondó is, ami ugye a megtermékenyítéshez szükséges, és a férfi orgazmusnak a jele. Valamint vannak a herék, ami kívül vannak, hát a két heréje van valakinek, és vannak a belső nemi szervek, amik a szexualitás szempontjából kevésbé fontosak, a prostata a férfiaknál, a nőknél ugye a méh és a tetefészkek, ezek a fogantatás szempontjából és a gyermeknemzés szempontjából fognak. Mitől vannak ilyen spontán merevedések? Igazán nem tudjuk, hogy ezek az éjszakai merevedések mitől vannak. Van, hogy szexuális álmokhoz köthető, de van, hogy egyszerűen csak megjelenik. Nem feltétlenül szexuális álmokhoz köthető. Az, hogy bekövetkezik egy spontán magömlés, az elég ritka, főleg akkor, hogyha akkor fordul elő, hogyha nem él valaki rendszeresen szexuális életet. Emlékszem, talán egy-két olyan élményem van fiatal koromban, hogy nálam ez előfordult. Egy biztos, hogy nem káros, nem kell megijedni. Tegyük fel, nem szexelsz egy hónapig, igen. Akkor megkövetkezhet. Ne tegyük fel. Akkor tegyük fel egy ilyen, hogy bekövetkezhet-e. Persze, bekövetkezhet. Sőt, azt gondolom, akkor is bekövetkezhetne, hogyha még kevesebbet szexelnék, vagy nem tudom. Azt tudom, hogy rég következett be, ugye emlékképeimben nagyon halványan, de bekövetkezhetne. Mennyire számít a pénisz mérete? Pénisz mérete igenis számít. És nem biztos, hogy a nagy a jó. Tehát ez egy érdekes dolog. De azt gondolom, hogy minden kapcsolatban vannak ideális méretek. Páciensemről tudok olyat, akinek kifejezetten rosszul esett, hogy a partnerének túl nagy a pénisze, és ez problémát okozott a szexuális életükbe. Természetesen túl kis pénisz is okozhat mentális problémát annak, aki úgy érzi, hogy túl kicsi a pénisze, főleg, hogyha ezt erősítik benne a partnerek ahelyett, hogy támogatnák. Tehát azt gondolom, hogy a két végletben, hogyha valakinek túl kicsi a pénisze, akkor máshogy kell ügyeskednie. Tehát egyszerűen ő is tud teljes értékű szexuális életet élni, nagyon jó szexuális partner lehet, akár sokkal jobb szexuális partner lehet, mint egy nagy társa. Ugyanakkor a nagy pénisszel rendelkező férfiaknak is nagyon észnékelni, sokkal jobban észnékelni, hogy ne bántsanak, hogy tényleg megfelelően tág legyen a hüvely, amikor a behatolás történik. Sokkal jobban oda kell figyelni a nedvességre, az előjátékra. Ugye tudjuk, hogy a hüvely az nagyon tágulékony. Tehát, hogyha a gyerek feje ki tud jönni a hüvelyen, akkor egy nagy péniszt is be fog tudni fogadni. Csak ehhez megfelelő körülmények kellenek, megfelelő lazaság. A gyerek feje se így jön ki, hanem előtte sajnos, hanem történnek előtte dolgok. Tehát azt gondolom, hogy számít, nagyon sokféleképpen számít, talán a legjobb, hogyha közepes, azzal a legkönnyebb sikert elérni, a kicsivel több munka, a naggyal több óvatosság. A puncin, a csiklónak milyen szerepe van? A csikló az a szexualitásban egy nagyon fontos pont. Ugye a érző idegekkel teli, és valamennyire hasonlóan a férfi nemi szervhez megduzzadni, sokkal kisebb mértékben megduzzadni képes szerv, tehát a női erekció az tulajdonképpen a csiklónak a duzzanata, és a csikló ingerlésével, önmagában a csikló ingerlésével ki lehet egy tökéletes orgazmust váltani. A hölgyek jelentős részének nincs orgazmusa csak a csiklóján keresztül. Mitől függ, hogy spriccel a nő, vagy sem, illetve hogy hol található a G-pont? Igen. Állítólag nincs G-pont, de hogy anatómiailag nincs, de az biztos, hogyha az ember kellő pillanatban becsúsztatja
a mellső hüvelyfalra az ujját, és kb. Kétharmadnál enyhe nyomással elkezd masszírozni, az jó. Hogy spriccelve van-e orgazmus a nőnek? Ugye nagyon minimális olyan mirigy van, ami a húcső nyárkahártya környékén van. Tehát nincs az a nőknél általában nincs a prostata, ami jó adag cuccot termel. Ez egy minimális váladék. Tulajdonképpen amikor azt látjuk, hogy a húcsőből úgy buff, úgy masszívan jön valami, ez többnyire vizelet. Hogy mi is az a szűzhártya, és fáj akkor, hogyha elszakad? Igen. A szűzhártya az egy kis lemez, ami a hüvelybemenetet teljes egészében ritkán, de valamennyire fedi. Az első szexuális meglét előtt ez, hogyha valaki megnézi, és különben nagyon fontos, hogy nézzük meg a nemi szervünket, a sajátunkat. Úgy tudunk legjobban tanulni belőle, hogy megnézzük, hogy milyen, mi van ott. A hüvely az nem egy szabad nyílás, hanem valami fedi ott a végbél felől fölfele levő területet, tehát a hátsó területet. Ez a szűzhártya. Ez abban a pillanatban, hogyha behatolás történik a hüvelybe, akkor valamilyen mértékig sérül. Hogyha nagyon rugalmas, akkor még az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem sérül, például egy tampon használatnál előfordul. De jellemzően a lányok a tampon használattal valamennyire a szüzességüket elvesztik. Nagyon fontos, hogy a szűzhártya átszakadása ennek megfelelően nem a szüzesség elvesztését jelenti, mert a szüzesség akkor szűnik meg, amikor bekövetkezik tulajdonképpen az első behatolás. Ha valaki elveszi a szűzhártyáját, akkor annak kell vérezni, vagy nem? Nem kell, de vérezhet. Mert hogyha már van egy ilyen sztereotípia, hogyha valakinek nem vérzik, akkor ott vagy nem szakadtál, vagy valami. Ez egy drámai sztereotípia. Tehát ez egy nagy... Igenis, elvesztheti valaki a szüzességét, úgyhogy nem feltétlenül vérzik. Én azt gondolom, hogy, és ezt tanácsoltam mindig is a barátaimnak, a lányainknak, hogy jobb ezt úgy szépen folyamatosan. Tehát jobb azt elkezdeni használni a tampont, és akkor aztán ott, amikor ott van az a helyzet, akkor egy nagyon alapos előjátékkal, amikor már ismerik egymást jól, amikor már tudják egymás szexuális szokásait, amikor már volt orgazmusa mindkét partnernek, akkor menjünk ennek neki, és veszítsük el a szüzességünket. Tényleg azt gondolom, hogy alap az, hogy ismerjük meg a testünket. Ez az első lépés. Ismerjük meg a nemi szerveinket és az egész testünket. Első lépés. De ez nem elég az érett klassz szexualitáshoz, az több kell, az meg kell ismernünk magunkat, a szokásainkat, és így tudunk kiteljesedni a szexualitásunkban.